Ismét eltelt egy hét, és ha eltelt, akkor újra jelentkezik Kispad című sportmagazinunk. Számos remek dunajvárosi sportteljesítmény született 2014-ben. Most tekintsék meg az esztendő második felének legfontosabb történéseit. Júliusban 8 csapat bizonyíthatta tudását a Szalki-szigeten megrendezett Homok királyai strandfoci bajnokságon. Városunk önkormányzata és a DVG ZRT által támogatott tornát a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség szervezte. A tornára még Budapestről és Kunszent Miklósról is érkeztek csapatok, hogy bizonyíthassák tudásukat. A bajnokság különlegessége az volt, hogy a csapatok mezítláb homokban szálltak szembe egymással. Ez azonban meg is nehezítette a dolgukat. A bajnokság megszervezésében a Dunaújvárosi önkormányzat és a DVG ZRT is támogatta a DLS-t. Az esemény végén az első három helyezetten kívül a legjobb góllövőt, a legeredményesebb kapust és a legügyesebb játékost is díjazták. Megtartott a szezonnyitó sajtótájékoztatóját a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata, ahol bejelentették a távozókat, illetve az érkező játékosokat, majd ismertették a felkészülési programot. Az együttes napi két edzésen felül 14 mérkőzéssel készült az előttük álló szezonra, ráadásul egyhetes dániai edzőtáborozáson is részt vettek Máté Fieszterék. Az együttes a bajnoki negyedik helyének köszönhetően kijutott a nemzetközi porondra, így a magyar bajnoki és kupa mérkőzések mellett az EHF kupában is megmutathatják tudásukat Perlingék. Remekül szerepelt Hajdú Jonatán a szegedi ifjúsági és U20-as kajakkenu világbajnokságon. A Dunaferese versenyzője három számban is dobogóra állhatott. A 18 éves versenyző egyéniben a 200 valamint az 1000 méteres távon is világbajnoki címet szerzett. A párosok 1000 méteres számában pedig Balla Leventével a dobogó második fokára állhatott. Új edzővel és új játékosokkal készül a Dabdokler együttese a következő szezonra. Az alapozási időszak után már a Dunaújvárosi jégcsarnokban készültek az acélbikák. A keret jelentős változásokon ment keresztül. Távozott Ladányi Balázs, aki tavaly az együttes legponterősebb játékosának bizonyult. A légiósok közül csak a lett kapus Janis Kálinsz maradt, aki az előző szezonbeli gyengébb szereplést követően ismét bajnoki címhez segítheti az acélbikákat. Érkezett még a három évnyi kazahsztáni szereplés után Lukasz Martinka, a kanadai Nathan Martin, valamint a Dunaújvárosi nevelésű Posgai Tamás is. A játékos keret mellett a szakmai stábban is voltak változások. Az eddigi vezetőedző Stefan Lund hazaigazolt Svédországba, a helyét Donald McLean vette át. A kanadai tréner hangsúlyozta, jó döntésnek tartja, hogy a Dabdokler csapatához szerződött és várja az előtte álló kihívásokat. Az első benyomásom nagyon pozitív a csapatról. Harcosak, erősek, és ami a legfontosabb, nyitottak arra, hogy új dolgokat tanuljanak. Komoly sárkányhajó versenynek lehettek szemtanúi azok, akik kilátogattak a Dunaújvárosi Szabastrandra augusztus elején, ahol kiváló időben és körülmények között családias hangulatban telt a Magyar Kajakkenu Szövetség sárkányhajó bajnokságának 5. fordulója. Az ország számos pontjáról érkeztek versenyzők, akiknek nagyon tetszett a helyszín. A bajnokságot mindvégig izgalmas és látványos küzdelmek jellemezték, amit mind a 700 résztvevő rendkívül élvezett. A verseny megszervezéséhez több mint 6 hónap kellett. Az augusztális programsorozat részeként szervezték meg az első Szent István kupát. A résztvevők több sportágban is összemérhették tudásukat. A megmérettetésen 7. alkalommal rendeztek strand labdarúgó tornát, amelyre előzetesen 8 együttes nevezett. A csapatokat 2 4-es csoportba sorsolták. Az első 3 helyezettet kupával, éremmel és oklevéllel is díjazták. A torna győztese külön vándorserleget kapott ajándékba, amelyet egy évig magánál tarthat. Thank you.
Az augusztus 20-ai rendezvényen a strandkézi labdázók is megmutathatták tudásukat. A játék ezen formája nagyban eltér a teremben játszott változattól. Egy csapat maximum 8 játékosból áll, és a játéktéren csapatonként legfeljebb 4 játékos lehet. Az, akit kapusnak jelöltek, bármikor szerepelhet mezőnyjátékosként, és a mezőnyjátékos is bármikor átveheti a kapus feladatát. A rendezvény Dunaújváros megyejogú városának önkormányzata, valamint a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség szervezte. Moszkvában rendezték meg a felnőtt gyorsasági és parakenu világbajnokságot. A magyar csapatnak tagja volt a Dunaferese, két versenyzője, Vas András és Hajdú Jonatán is. Vas András, Kis András, Sarudi Pál, Varga Dávid összetételű egység végül a harmadik helyen végzett az orosz, valamint a fehér orosz egység mögött a kenu négyesek 1000 méteres versenyszámában. A világbajnokság utolsó napján Hajdú Jonatán, Lantos Ádám, Nagy Péter és Kolisánszki Dávid kenuváltóban szintén a harmadik helyet szerezte meg. A magyar válogatott végül az éremtábla első helyén zárta a világbajnokságot úgy, hogy 6 aranyérem mellett 5 ezüstöt és 6 bronzérmet szerzett a viadalon. Pap Gyula a 35-40 évesek 130 kg-os mezőnyében a második helyet szerezte meg a veterán birkózók világbajnokságán. A Dunaferese versenyzője első mérkőzésén a későbbi győztestől kapott ki, majd 3-0 arányban legyőzte iráni ellenfelét. A délutáni mérkőzésen a tavalyi világbajnok grúz birkózót legyőzte 4-0-ás vezetés után leléptetéssel. Ezek a képek Mátyás Gábor bronzmérkőzésén készültek. A birkózó szakosztály szakmai igazgatója a B-kor csoport 69 kg-os súlycsoportjában versenyzett, és 8-1-es arányú pontozásos győzelemmel felülmúlt a norvég ellenfelét. A 2014. évi veterán birkózó világbajnokságot 2014. augusztus 25 és szeptember 1-e között rendezték meg Belgrádban. A magyar csapat tagjaként a Dunaferese birkózó szakosztályából két versenyző lépett szőnyegre, a dunaújvárosiak így két éremmel zárták a világbajnokságot. Szeptemberben kezdte meg őszi szezonját a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia. Első ellenfele a Siófok csapata volt, bár Bulat Anita 15 gólt dobott, Trifa Ágnes remekül védett, sajnos a vendégek ünnepelhettek az összecsapás után. Bár a Kohász kezdett jobban, hamar fordítani tudott a nyáron komolyan megerősített Siófok alakulata. A lendületes találkozón igen kiegyenlített volt a küzdelem, végül azonban a Siófok vihette haza a 2 pontot. A folytatás azonban már jobban sikerült, az NB1 harmadik fordulójában az eddig pont nélkül álló Debrecent fogadták Máté Fieszter lányai. A hazaiak már a mérkőzés elejétől igyekeztek egyértelművé tenni fölényüket, ennek köszönhetően a 8. percben már 6-0-ra vezettek Ferlingék. A félidő hajrájában 15-8-as állással vonult pihenőre a Mátéfi csapat. A térfélcserét követően nagy lendülettel, de pontatlanul játszott a Debrecen, ennek köszönhetően a hazaiak már 9 góllal is vezettek. Máté Fieszter így lehető adhatott a kevesebb szerephez jutó fiataloknak a bizonyításra. A dunaújvárosiak végül 30-22-re győztek, ezzel 5-ek a tabellán. Remekül kezdte a szezont az NB2-be frissen feljutott DFDS-e asztali tenisz szakosztálya. A dunaújvárosiak eddig mindkét ellenfelüket imponáló magabiztossággal győzték le, így hibátlan teljesítménnyel állnak a másodosztályban. A dunaújvárosi ASE után a Mohácsi Torna Egylet csapatát is magabiztosan győzte le a dunaújvárosi főiskola asztali tenisz szakosztálya. Jakab Gábor hangsúlyozta, az eddigi jó szereplés nem véletlen, hiszen sokat készültek a holt szezonban. Az első mérkőzésünk az volt az igazán fontos, a bemutatkozó mérkőzésünk, ami nehezebbnek is ígérkezett, mint a mai. Azt nagyon jól vettük ezt az akadályt, 14-4-re nyertük. Az első két fordulónk megvan, a cél a bajnoki cím, ezért megteszünk mindent. A negyedik fordulóban jön hozzánk a nagykanizsai csapat, őket tartjuk riválisunknak. A
2014 méteres futással indult a Dunafer iskola által megszervezett sport és egészségnap októberben. Az intézmény udvarán egésznapos programokkal várták a mozogni vágyókat. A rendezvény célja, hogy a diákok legalább 2 órát töltsenek sportolással. A tanulók a megújult városháza tér elől indultak, majd a lezárt vasmű úton keresztül futottak a Dunafer iskoláig, ahol az érkezőket friss gyümölccsel várták az intézmény tanulói. Ezek a képek már a Dunafer iskola udvarán készültek, ahol a tanulók egész nap különböző versenyeken és ügyességi vetélkedőkön mérhették össze tudásukat. De volt főzőverseny, erősember vetélkedő és dietetikus tanácsadás is. A rendezvényen emellett a Magyar Honvédség, a Katasztrófavédelem, valamint a Vöröskereszt is bemutatókat tartott. A Magyar Diáksport Szövetség már 8. alkalommal hirdette meg a Magyar Diáksport napot, amelynek célja, hogy a tanulók legalább 120 percet töltsenek testmozgással. A Dunafer iskola most először szervezett egészség- és sportnapot. Nincs már nyeretlen csapat az NB1-ben. A Dunaújváros Pasa együttese az OTP Bankliga 11. fordulójának nyitó mérkőzésén hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Haladás együttesét. A hazaiak remekül kezdték a mérkőzést, az első fél óra végén azonban megszületett a dunaújvárosiak vezetőgólja. Petneházi szabadrúgását Nikházi kapásból a szombathelyiek kapujába lőtte. A vendégeket láthatóan megfogta a bekapott gól, ezt követően többször is nagy helyzetbe került a hazai együttes. Újabb találat azonban nem született a félidőben, így 1-0-ra vezetett a Dunaújváros Pase. A térfélcserét követően mindkét együttes próbálta ráerőltetni a saját játékát ellenfelére, ennek következtében a csapatok egyre több taktikai szabálytalanságot követtek el, hogy megakasszák a kibontakozó támadásokat. A hajrában felívelgetésekkel próbálkoztak a vendégek, de így sem jelentettek veszélyt a dunaújvárosi kapura. Első hazai mérkőzésén tehát megszerezte első győzelmét a bajnokságban Dobos Barna együttese. Horváth Enikő a magyar csapat tagjaként részt vett a Namningban megrendezett tornász világbajnokságon. Ez azt jelenti, hogy a Makra Noémi, Böcögő Dorina, Csillag Tünde, Divéki Luca, Romhányi Eszter és Horváth Enikő összeállítású válogatott részt vehet a jövő évi glasgowi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. Idén is megrendezték városunkban a már hagyományosnak számító jótékonysági úszógálát, amelyre városunk sportolóin kívül többek között veszprémiek és pécsiek is érkeztek. Az egynapos megmérettetésen 16 csapat vett részt, köztük több dunaújvárosi sportoló is. A 24 órás versenyt már 8. alkalommal rendezték meg városunkban. Az egésznapos kihívás legfontosabb szabálya, hogy minden csapatból egyszerre csak egy ember úszhat, a versenyzőknek viszont folyamatosan váltaniuk kell egymást. Az erőpróba lényege elsősorban nem a győzelem, hanem a jótékonykodás. A teljesített táv alapján ugyanis a szervezők minden évben felajánlanak egy bizonyos összeget a rászoruló szervezeteknek, ezért az indulók már az első órákban is igyekeztek a legjobb teljesítményt nyújtani. Városunk 8. jótékonysági úszógálája október 26-án 12 órakor zárult. Mintegy 500 néző előtt lépett pályára a Dunafer DF Renalpin futszál csapata a Csömör együttese ellen. A dunaújvárosiak igyekeztek kiszolgálni a kilátogató nézőket, ennek eredményeképp a közönség már a 2. percben hazai gólnak örülhetett. Sranc talált be a vendégek kapujába. Az első félidőben a hazaiak még 3-szor vették be Horváth Gergely hálóját. A csömöriek erejéből mindössze egyetlen gólra futotta, a dunaújvárosiak a 2. játékrészben sem álltak le, és újabb 4 találattal terhelték meg a vendégek kapuját. Baranyai Pál tanítványai végül simán 8-1-re nyerték a találkozót. Két napig küzdöttek a fiatalok. Idén ugyanis városunk adott otthont az országos birkózó diákolimpiai döntőnek novemberben, ahol a 14-15, illetve a 12-13 éves birkózó növendékek mutathatták meg tudásukat. Az eseményen a dunaújvárosi birkózó szakosztály tanítványai is megmérették magukat. A versenyre rajtuk kívül az ország minden pontjáról érkeztek versenyzők. Az idei diákolimpiát a Dunafer Sportegyesület szervezte meg, így városunk kézilabda csarnoka adott otthont a rendezvény.
3-0-ra kikapott az U19-es labdarúgó válogatott Szlovákiától az Európa bajnoki selejtező csoportban. Az első játékrészben a magyar együttes egyenrangú partnere volt a szlovákoknak, nagy helyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani. Gól nem született, így 0-0-ás döntetlennel vonulhattak pihenőre a játékosok. A második félidő nem a hazaiak szájíze szerint alakult, ugyanis a harmadik percben egy szöglet után megszerezték a vezetést a vendégek. Ezt követően a magyar csapat igyekezett egyenlíteni, ez azonban nem sikerült, és a 66. percben Bénes hatalmas gólt rúgott Horváth Dániel kapujába. A második szlovák találat után a magyar csapatjátéka teljesen szétesett. 6 perccel később Spalek csuka fejesével a vendégek véglegesen eldöntötték a 3 pont sorsát. A 4-esből Szlovákia mellett a Szlovénia ellen kiki meccset megnyerő Azerbajdzsán jutott tovább. A magyar U19-es válogatott a csoport harmadik helyén végzett Szlovákia és Azerbajdzsán mögött, így nem jutott ki a jövő évi korosztályos Európa-bajnokságra. Az MTK együttesét fogadta a DKK a női kézilabda bajnokság 10. fordulójában. A novemberi találkozón mindkét gárda pontatlanul kezdett. A sok támadásbeli hiba miatt a 7. percben még csak 3-2 volt az állás. Ezt követően valamelyest magára talált a Kohász, és a 13. percben már 6 góllal vezetett a Mátéfi csapat. A két gárda közti különbség a folytatásban sem csökkent, így a szünetre 14-9-es vezetéssel vonulhattak a dunaújvárosiak. A fordulást követő első 10 perc változatos játék hozott, felváltva szereztek gólokat a csapatok. A 13. percben viszont már 8 góllal is vezetett a Kohász. Ezt követően állandósult a különbség a két együttes közt. A DKK a végül 31-24-re nyerte az év utolsó hazai bajnokiát. A 37-33-as pontarányjal legyőzte az Eger együttesét, így újra az NB1-be jutott a Dunaferese birkózó szakosztálya. A két együttes december 10-én Mezőfalván mérte össze erejét. Az első fordulóban a dunaújvárosiak 20-14-re felülmúlták a hevesieket. A visszavágó első 3 mérkőzésén szintén a mieink diadalmaskodtak, így az összesített eredmények alapján a Dunafer megszerezte a győzelmet, és 22 év után feljutott az első osztályba. Guris Atti Lilla a női kategóriában megnyerte a nem olimpiai sportágak bajnokságának szavazását. A dunaújvárosi versenyző mintegy 3500 voksal előzte meg a második helyen végző Szabó Nikolettet. A sportolanemzet.hu közösségi portálon szeptember 30 és december 7-e között lehetett szavazni. A szavazás az egész országra kiterjedt, de jelöltként csak a szövetségek által a választásra akkreditált sportolók vehettek részt. A szavazást 5 különböző kategóriában hirdették meg. A kezdeményezésnek köszönhetően a nem olimpiai sportágak legjobbjaira lehetett voksolni. Csaknem 150 ezer szavazat érkezett a sportági szakszövetségek által jelölt férfi és női sportolókra, csapatokra, edzőkre és szövetségi kapitányokra. A kategóriák helyezettjei idén először részt vehettek a december 18-ai Sportcsillagok gála estjén. Kedves gyerekek, szülők, futballisták! Megtartott a karácsonyi ünnepségével egybekötött évzáró rendezvényét a Dunaújváros Pase labdarúgó csapata. Az eseménynek a Dózsa Mozi Centrum nagy terme adott otthont. Az ünnepségen jelen volt többek között az együttes összes igazolt labdarúgója, a klub vezetősége, valamint Cserna Gábor polgármester is. Egy nagyon komoly, újra komoly, régi hagyományokat megélő Dunaújvárosi foci klub elindulni. A 2014-es esztendő első felében a Dunaújváros Pase labdarúgó csapata a második helyen végzett az NB2-es bajnokságban, ezzel kivívta az első osztályban való szereplést. Az őszi szezont így a legmagasabb osztályban kezdhették meg a dunaújvárosiak. Dobos Barna sportigazgató összességében pozitívnak értékelte a 2014-es esztendőt. A felnőttek bizonyították azt, hogy nagyon erősek mentálisan, és így most bennmaradó helyen zártuk az évet. Nem szabad, hogy ez elaltasson minket. Továbbra is, amit mondtam, óriási bravúr kell, hogy bent tudjunk maradni. Ezen fogunk dolgozni, és bízunk benne, hogy erősíteni is tudjuk a csapatunkat, hogy minél kisebb bravúr kelljen ahhoz, hogy első osztályon maradjon a klub. A dunaújvárosiak az OTP Bankliga tabelláján jelenleg a bennmaradást jelentő 14. helyen állnak. A bajnokság tavaszi szezonja február 28-án indul. A
Ennyi volt mára a kispad. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és ne felejtsék, jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!